8 perc múlva lesz 8:30, már is folytatjuk a ma reggelt. Ha a baloldal a hatalom közelébe jutna, Magyarország fűtőanyag nélkül maradna. Erről ír az Origó. A lap szerint a józanésszel szembe megy a baloldal, amikor azt követeli, hogy Magyarország terjessze ki az Oroszország elleni energetikai szankciókat. A földgázcsapok elzárása és a paksi atomerőmű bővítésének a leállása csillagászati energiaárakat, fűtőanyaghiányt és termelési szektorok leállását eredményezné. Ez is olvasható az Origó összefoglalójában, de jöjjenek a további részletek Titanillától és vendégétől. Toldi Ottóval, a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézetének kutatásvezetőjével beszélgetek a következő percekben. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nézzük akkor pontról pontra, ugye orosz gázszállítás, és ugye a kőola is fontos, arról is fogunk beszélni. Ugye ez az egyik, amire azt mondja az ellenzék, hogy ezt el kellene zárni a gázcsapot, magyarul nem kellene venni gázt, földgázt Oroszországtól. Mi történne akkor? Az történne, Magyarországnak van egy viszonylag nem elhanyagolható saját kitermelése, és ez olyan 15%-a a szükségletünknek. Van még a tározóinkban is egy olyan 1,6 milliárd köbméternyi földgáz, és valamennyi cseppfolyósított földgáz érkezik az adriai körök LNG terminából. Ez pár százezer tonna évente. Ez azt jelenti, hogy pár hónapig még futná a földgázból, hogyha el kellene az orosz beszerzéseket zárni, pár hónapig még tudna a gazdaság működni, de gyakorlatilag utána megoldhatatlan helyzetbe kerülnénk. A földgázellátás szempontjából azok az iparágak, amit a földgázt anyagában hasznosítják, gondoljunk itt a vegyiparra és petrolkémiára, egyebekre, azok azonnal leállnának, energiahiány lépne föl, óriási áremelkedés, és utána leállna a gazdaságunk. Ezt nem kell részletezni, hogy ez mivel járna, ugye munkahely elvesztésekkel, üzembezárásokkal, termelésfelfüggesztéssel, tehát ezt ne tapasztaljuk meg, és talán van egy halvány remény arra, miután azért az ukrán-orosz tárgyalások pozitív irányba mozdultak el az utóbbi napokban. Van arra remény, hogy ez a vészforgatókönyv nem következik be. Villamosenergia szempontjából el tudjuk látni magunkat, de az is legalább egy-két éves célzott munka, amíg a mátrai erőmű esetleg hazai lignittel működő kapacitásai azok felújításra kerülnek, és akkor 2025-től természetesen nem lehetne a lignit tüzelésű blokkokat kivezetni a mátrai erőműben. Vannak olyan erőműveink, amelyek alkalmasok fűtőolaj használatára is, és az a MOL infrastruktúráján keresztül a Tisza 2 erőműre gondolok, és a Dunamenti erőmű pár blokkjára, ezek nagy teljesítményű fűtőolajos működtetetű blokkok, de ezeket teljesen működőképessé kellene, ezek több éve állnak. Tehát villamosenergia szempontjából tudnánk tovább működni, a kőolaj szempontjából is körülbelül egy év alatt a MOL információi szerint tudnánk alternatívát találni, de földgázból ez sajnos nem megoldható. Ugye a kőolaj is azért nehézkes, mert jelenleg a finomítóink azok az orosz kőolajra vannak beállítva. Itt azt mondják a szakemberek, hogy ez nem úgy megy, mint a kávédarálónál, hogy egyik nap az egyik márkát veszem a boltba, és ha elfogy egy hét múlva, egy másik márkát veszek, és azt töntöm bele, és azt is kiválóan ledarálja. Ez nem így megy. Ez sem mindig problémamentes, attól függ, hogy milyen finom a kávépor, mert eldugíthatja a régi gépeinket, jó kis szarvasi kávéfőzőt, de ez így van, tehát egy teljes technológiát építenek fel egy adott típusú kőolajra. A teljes technológiai és berendezés váltás egyrészt nagyon drága, másrészt pedig egy-két évig eltarthat a MOL-tól érkező információk szerint, tehát rövid távon ez is nagyon problémás lenne. Visszatérve még a földgázra egy kérdés erejéig. Ugye, hogyha most eljátszunk a gondolattal, hogy Magyarországnak végtelen mennyiségű pénze van arra, hogy máshonnan vegyen földgázt, nem számít mennyibe kerül, csak ne orosz legyen, ugye, gyakorlatilag azt sem tudnánk megtenni, mert hogyha mondjuk egész Európa lekapcsolódik az orosz gázimportról, az egy 200 milliárd köbméteres mínuszt jelent. Nyilván minden ország elkezdene vásárolni, és ráadásul itt az LNG földgáz, vagy LNG palagáz, amire sokan hivatkoznak, ugye itt az infrastruktúrában van a probléma. Így van. A tavalyi évben már extra csúcsokat döntögetett az Amerikából beérkezett, az USA-ból beérkező LNG, ez 22 milliárd köbméter körüli
mennyiség volt egy év alatt. Ez azt jelenti, és azt mondják az amerikaiak, hogy ezt föl tudják bővíteni a duplájára 5 éven belül. Ez akkor elérni a több mint 40 milliárd köbmétert évente, ez kb. 10%-a az Európai Unió földgáz importigényének. A második legfontosabb LNG exportáló ország Katar, ő azt mondják, hogy nincs olyan kitermelési infrastruktúra, bővítési lehetőségük, hogy Európát el tudnák látni, ők azt tanácsolják nekünk, hogy ne próbáljuk meg kiváltani a földgázt, ennyi földgázt senki nem tud Európába szállítani, és az is jó lenne, hogyha a földgáz démonizálását, mint foszilis energiahordozó befejeznénk, és akkor talán ők ismernének a jövőbe jobban beruházni. Az ázsiai országok LNG-je, van ugye Ausztráliának elég sok LNG-je, Indonéziának, Malajziának, ezek Ázsiába mennek, ezek számunkra nem nagyon elérhetők. Úgyhogy az LNG-re tűzoltásképpen számíthatunk, mert létezik az európai országok között intézményesen egyfajta szolidaritási szerződés, tehát aki nagyon nagy bajba kerül, azt valahogy megsegítik, de valójában nagyon-nagyon törékeny jégre tévednénk, hogyha az LNG-re próbálnánk alapozni. Ugye itt a németek is ellenzik nagyon az oroszok elleni energetikai szankciókat. Itt például volt egy cikk tegnap arról, hogy a német feldolgozóipar az rögtön beleállna a földbe, hogyha mondjuk az orosz földgáz egyszer csak nem érkezne. Magyarul azt látni, én legalábbis azt látom ezekből a cikkekből, meg nyilatkozatokból, hogy ez Európának majdnem, hogy jobban fájna, mint Oroszországnak egy ilyen szankciócsomag? Én biztos vagyok benne, az oroszok azban biztos vagyok benne, hogy úgy kezdték el a háborút, hogy a számukra lehető legrosszabb forgatókönyvekkel is számoltak ők. Ők azzal is már egyébként régóta készülnek arra, hogy Európával befejezik a például földgáztéren és az együttműködést. Nyilván ez egy nagyon drasztikus módja lenne, ha ez így érne véget, szankciók révén, de nekik az északi áramlat 2 volt már nyilvánosan kijelentett módon az utolsó Európával közös projekt, ők már Ázsiára fókuszálnak, és hát a tudatosan megemelt olyan helyzetet alakítottak ki a földgázpiacon, részben tudatosan, hogy megemeltek a földgázárak, és sajnos ennek valóban volt szerepe a háború finanszírozásában. Tehát ők mindenképpen kihasználták ezt a pozíció előnyüket Európával szembe, és nekik nem lenne probléma. Németországban hatalmas problémák keletkeznek. Németország az az ország Európában, ami az ipar, az európai iparnak ma is a hajtómotorja, ők az iparukból, a termelésükből élnek meg. Elég sok energiaintenzív iparág van Németországban, és azt ne felejtsük, hogy mi is erősen függünk a német ipar teljesítményétől. De azért, hogyha évi 100 milliárd köbméter Németországba szállított gáz hiányozni fog, az európai piacról is hiányozni fog. Az nem csak Németországnak lesz óriási probléma, hiszen igaz, hogy Németországba érkezik a gáz, de végül is az európai közös gázpiacról fog hiányozni. Tehát Németország lesz az első dominó, és a többi majd dől utána sajnos, ha ez így lesz. Toldi Ottónak köszönjük szépen. Köszönöm szépen.